Elhunyt a vak Komondor. Komondor Gizella a vak kutya nővére, aki hajléktalan rokkant nyugdíjas, a nehéz anyagi körülményeire hivatkozva kért segítséget Balogh József fideszes nőverőtől, aki hallani sem akart a kutyája eltemetéséről, ezért az állam biztosította a kutya szociális temetését. Az állam kijelölte sírhelyet, valamint küldtek egy kartonkoporsót, amit Stól András hajtogatott a börtönben. Stábunk ellátogatott a szociális temetésre, de Komondor Gizella nem nyilatkozott. Az Orbán kormánynak köszönhetően új mentőkkel bővült az országos mentőszolgálat előregedő gépjármű parkja. És akkor még nem beszéltem a 200 új mentőautóról, ami szolgálatba áll, és még sorolhatnám, tehát végre egy korszakos jelentőségű lépést tehetünk, aminek remélhetőleg a betegeink fogják a hasznát élvezni. Selmecét, azaz a kuszafogó rémséget kinevezték a Népjóléti Bizottság elnökének. Mi azt sem tudtuk, hogy létezik ilyen bizottság, főleg a Fidesznél. Selmeci görbeestét tartott, amin részt vettek Magyarország szégyenei. Kósa Lajos nem igazán örült megjelenésünknek, de Kifli Csücsköt is sikerült meglepni. Mit kurtatok el? Nem tudna valami olyan kérdés feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni? A kormány dolgozik. Dolgozik az Orbán kormány. Elmennek a fehér várhuszárok. Jó reggel kívánok. Elmennek a fehér Tegnap brutálisan meggyilkoltak egy aranyhalat. Egy öreg halásznál szakadt el a cérna, aki véletlenül kifogott a helyi halastóból egy aranyhalat. A hal ígéretet tett, hogy teljesíti a halász kívánságát, ha visszadobja. A halász elmondása szerint egy házat szeretett volna a családjának, de a hal megkérdezte, hogy devizahitelben vagy forintban szeretné törleszteni. Az öreg halász annyira bepöccent, hogy rátámadt a halra. A mentők már nem tudták megmenteni a sérültet, a tettest őrizetbe vették. Megtudtuk, hogy Gyagyás Tódiék Balaton lellén töltik a nyári szünetet. Körülbelül mennyit nő a nyaralód egy hét alatt? Tegnap elkapott a vihar kint a nyílt vizen, ezért nem szeretnék most folyékonyan hazudni. Mind a 6 alkalmazottadat elhozod a nyári szünetre? Őszintén szólva még nem tudom. Még nem ellenőriztem, hogy hány szoban ült ki reggel a nyaralóban. Nem szeretném kényelmetlenül érezni magam, viszont szükség lesz személyzetre, akik kinyalják a hátsom. A rengeteg munka, fáradalmat ki kell pihennem, hogy újult erővel folytathassam a lop a ő munkát. Lázár, a nemzeti pénzherdáló internet hozzáférést ígért minden olyan településen, ahol még áram sincs. Lázár szerint szükség van az emberek és a Fidesz közti kommunikációra. Minden embernek tudnia kell, hogy mi mindent tesz a kormány az emberek boldogulásáért. Országszerte narancsköd nehezíti a tisztánlátást. A narancsködre érzékenyeknél felfájás és ingerültség jelentkezhet. A tünetek csökkenhetnek, ha nem olvasunk Orbán hazugságokat. Eső továbbra sem várható, néhány felhő bukkan fel az égen, többnyire felcsút fölött. Az elkövetkezendő napokra sem várható számottevő változás. Országszerte marad a narancsköd. Hétvégére azonban kitisztul az égbolt, Orbán Viktor ugyanis elhagyja az országot. Néhány fokkal ugyan felmelegszik a levegő, de mire elérni a kellemesnek mondható értéket, haza is érkezik külföldi útjáról. Akik a délelőtti órákra kirándulást terveznek, viseljenek védőmaszkot, ha nem akarnak bégetni a visszáruló narancsködtől. Azonban a jövő hét elejétől gyökeresen megváltozik időjárásunk, ugyanis erős hátszéllel érkezik parlament irányából egy úgynevezett fideszes hazugság felhő. Ez egy igen kellemetlen kettős front, ami meghatározza az ország időjárását. Aki teheti, hagyja el az országot.